április 16-a a hangvilágnapja, melyet hosszú évek óta ünnepelnek a világ számos országában, így nálunk is. Pécset idén először a mandulavirágzási tudományos napok keretében hívta fel a figyelmet a Fülorgégészeti Klinika és a Művészeti Kar közös programja az emberi hang sokszínűségére a tudományban és a művészetekben egyaránt. Az ötlet Hakő Tamás professzortól származik, ő a magyarországi képviselője a Hangvilágnapja programsorozatnak. Ugye ez egy európai projekt tulajdonképpen, évente egy alkalommal, hát amennyi országban lehet, nyilván ott megemlékeznek erről az alkalomról, és mindig a tudomány és a bővészet találkozik ilyenkor, és tehát tulajdonképpen így találtunk egymásra. A világnap egyben egy üzenet is az emberek felé, hogy az emberi hang milyen nagy jelentőséggel bír mindennapjainkban, életminőségünk jobb átételében. Akkor érezzük igazán a problémát, amikor az életminőségünk romlik, mert a hangunk, a beszédünk megbetegszik, akár jó vagy rossz illatú betegségek kapcsán. És ez az alkalom tulajdonképpen a hanggal foglalkozó társszakmáknak a találkozása, egymás erősítésének a kifejezése. Gondolok itt a műszaki tudományokra, az orvostudományra, a pedagógiára, a pszichológiára, és még sorolhatnám. A Ki mit tudból megismert fütyművész Haki Tamás a Hangvilágnapjához kötődő nemzetközi szervezőbizottság elnökeként igyekszik népszerűsíteni a mozgalmat, előadásában az énekhang misztériumáról beszélt. Én a hang fiziológiájáról, akusztikájáról, biomechanikájáról beszélek. Olyan képeket mutatok, amiket az emberek ritkán látnak, énekesek is ritkán látnak, és megértik, hogy hogyan képezik a hangot, és milyen eszközeik vannak nekik, mint énekeseknek ahhoz, hogy szép hangot produkáljanak. A Pécset hagyományteremtő céllal most útjára indított program egy igazán különleges, mindenki számára izgalmas estét nyújtott.